Jó napot kívánok! Ez az Akadémi Média Sportpercek műsora velem, Szokodi Lászlóval. Tegnap két elhalasztott mérkőzést játszottak le a labdarúgó NB1 fordulójában. Az Újpest hazai pályán győzte le 3-2-re a Zalaigerszeg csapatát. Fontos három pontot szerzett az Újpest csapata az év utolsó hazai mérkőzésén. Az őszi forduló 19 ponttal a 9. helyen zárták. A vereség ellenére az a a hetedik helyen végzett. A győztes mérkőzést követően Predrag Rogán vezetőedző távozott a kispadról, helyére Michael Onyenin érkezik, aki januárban veszi át a csapat irányítását. A Budafoki MTL csapata hazai pályán kapott ki, a Budapest Honvéd csapatától 2-1-re. A Budafok Honvéd mérkőzést is zárt kapuk mögött rendezték meg. A mérkőzésen a hazaiak már az első percben megszerezték a vezetést. A mérkőzés további szakaszában kiegyenlítődött a játék, amikor is Márko Nikolic a 16-oson belül buktatta Iván Lovricsot, a büntetőt gazdag értékesítette, így az első félidő egy-egyes döntetlen elért véget. A második félidő 68. percében balok találatával a honvéd növelni tudta az előnyét. Ezután már nem esett több gól a találkozón. A Honvéd kettő egyre tudta legyőzni a hazai pályán játszó budafoki csapatot, és a tabellán is helyet cserélt a két együttes. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, viszontlátásra!